Nagy szeretettel és Sziasztok! tisztelettel üdvözöllek benneteket! Eljöttünk már hozzá most itt a Mici Maszkó segítségével, csinálunk hamburgert. De olyan hamburgert csinálunk, hogy saját kezüleg állítunk össze mindent. Fogadjátok sok szeretettel, lépésről lépésről szokásszerűen mutatni fogunk mindent. Ugye valaki, hogy megveszi a borból, de ezt mi most megcsináljuk így, igaz? De csak csinálni kéne, meg a tudsz kopogat. Ha mondd, de tudnék. Nos, itt van akkor a fűszerek hozzá, sajt, uborka, só, paprika, pipadó, majd miket beszélek én, na mindegy. A tej az nem is kell bele, vagy kell bele? De ez fog kelleni majd egyébként, mert te fogod megcsinálni a zsömléit. Tehát a hamburger zsömlét Mici Mackó fogja elkészíteni. Nos, akkor kezdjünk hozzá a munkálatokhoz. Most akkor felszereltem itt a darálót. Tehát itten kb. 70 deka marhahús van, tehát növendékhús. Ezeket most én szépen le fogom darálni. Mert tulajdonképpen marhahúsból van az igazi hamburger. Nem az, hogy fogjuk, hogy ezt a riprop fasírtot beleteszik, meg ezt teszik bele, meg azt teszik bele, te meg szépen darabold össze egy normálisan megmosod gyümölcsöt, illetve... Hát én hemet mostam, tehát... Jó. Elég ennek a felé szerintem, hogy... Vágd össze, ne beszéltél Sanyit, hogy nehogy az ujjamat daráljam bele a hamburgerbe, akkor az nem lesz valami szuper jó ízű. Látod, hogy vágom, ne? Vékonyabbakba! Mi? Vékonyabbakba? Vékonyabban vágjad, ne a vastagon. Hát olyat vágom, mint egy hamburger szeret. Tessék, pizdni. Nem veszek olyan nagyon nagy dolog. Kíváncsi leszek majd, mikor el fogod készíteni a zsömlét, a hamburger zsömlét? Ez amúgy nagyon finom lesz, srácok, mert ez saját készítésű, szóval nem lehet rámondani. Nem baj, majd átnézem én mindjárt, mert ez szerintem nem lesz olyan. Amelyik befogadtalak ide kancellárunknak, hát akkor... Ez nagyon jó lesz! Ezeket végignyabban, légy szíves, ezeket a vastagok, hát így néz ki, tessék. Körülbelül így, kb. Ilyen legyen legalább ez a minimum. Ezeket majd még egyszer majd én már akkor én azt megeszem. Én úgy jó, is egyet, akkor csak még inyabb abba darálja, vagy darálja. Na, megőrítja engemet. Annál is ledaráljuk ezt a... Tehát ez az első művelet, hogy a hamburger pogácsát ki fogjuk sütni, és fűszeresen. Az a érdekesség benne. Ó, nézd, csak látod már most milyen szépek? Látod? Hát én tudom, csak teszteltelek. Ide figyelsz, hogy nem figyelsz? Ó, ugyan. Majd meglátjuk a légy. Nem is keresek egy hybrid-bundel gyorsanit. Jó lesz ez. Hát olyan vékonyan vágom, hogy még szerintem még a gépet találják ki. Olyan vékonyan vágjat, hogy a holdvilág átsüssön rajta, jó? Hát ezt akkor csak ezt sem tudnám felnézni, nem akkor? Igen, megmosod a paradicsomot is, és ugyanúgy vékony szeletekre el fogod darabolni, ugyanúgy. Kész legyen, mert mindjárt dagasztod befele a, hogy hívják ott a tésztáját, mindjárt dagasztod befele, teszel bele élesztőt, lisztet, cukor valamennyi kell bele, de nem fogom mondani, ha nem lesz jó. Majd nekem, engem bácsatok. Úgy is meg fogom mondani, gyerekek, a hamburger kitűnőd, a tésztája, amit te készítettél. Szerintem elég ennyi, Ubi, nem? Lágyak még? Elég. Na akkor még jó, kára van gyerek a sárnak házban. Egy. Jó. Kettő. Három. Na meg egy ráadás, azt szoktam mondani. Jó van már, a többit is, a lilahagymát is végül el kell darabolni. Ez itt az Ubit, az féltetem, akkor én szerintem elég kép van, nincs ott, nem? Igen. A lépeg ez is a fürinillahúgy meg. De végignyom vágd a paradicsomot is, légy szíves, jó? Tehát ebből lesz az igazi hamburger, gyerekek, és elmondom nektek azt, hogy ez az igazi hamburger, amit saját kezűleg készítjük, mert tudjuk, hogy mi van benne. Jó, akkor ez is megvan. Oxigén. De szép. Ezen érzik, hogy jó. We'll be right back.
Na srácok, mi itt előkészítettük a hozzávalókat a tisztához, vagyis által a zsemléhez, elsősorban is. Kimértünk is, srácok, 50 dekagram lisztet, szóval ezt most le fogjuk szitálni, hogy mindenképp biztonságosak legyünk, szóval ezt leszitáljuk elsősorban ezt a lisztet. Hát és szerintem ez itt bele is megy, nézzétek csak így egybe, stabilba. Szóval srácok, ez 50 dekagram liszt. Ez durum liszt. Most. És így leszitáljuk. Látjátok milyen szép kis poros, srácok? Ott alul. Nézzétek csak. Aztán, még ott kimértem, ott mellette van egy kicsi tej, pontosabban 2,2 deciliter tej, srácok. Azt fel fogom most forralni, mert fel fogjuk benne futtatni az élesztőt. És azonnal jövök vissza, mert már itt le is szitáltuk. Szóval felforralom a tejet és jövök vissza. Na, srácok, meglangyosítottuk a tejet, mert felforralni nem szabad. Szóval, beletesszük ennek az élesztőnek, itt látjátok itt a felét, bele fogjuk így morzsolni. Pont félbe jött, belemorzsoljuk. Égni. Tenni fogunk bele, közben a Patero csinálja a dolgait, egy kanál cukrot. Ez egy ilyen, hát srácok, egy úgy, azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy kanállal úgy körülbelül ennyi cukrot teszünk bele. És ezt megvárjuk, mert ugye azért kell bele a cukor, srácok, mert azért csak jó, hogyha egy kicsit érzik az édes rajta a hamburgernek, a zsemlén, a tésztáján, szóval ezt most félre tesszük, hogy fusson fel. Na, vissza is tértünk ide. Szóval itt van a 50 dekagram liszt, beletesszük, srácok, egy darab tojást. Ezt itt az oldalán, napolta. Na. Szép, nőcskös, ügyesen. Ezt itt beletörtük. Na, még a kezem is el lett, látod? Nézed be. Na, nem baj. Beletettük, srácok, egy tojást. Teszünk bele egy ilyen kisebb teáskanálnyi sót. Látjátok, így körülbelül egy ennyit. Így. Ez is, srácok, ez az olaj. Itt 0,5 deciliter, szóval ennyit méretek ki, mert amúgy ennyit kell. Ezt így belemintjük, így. És ennyi a dolgunk, össze kell játszani, srácok. Nos, akkor ugye egy ilyen 60-70 dekányi daráltunk le a húsból. Akkor felfűszerezzük ezt, és akkor elkezdjük sütni. Hát egy ilyen jó teáskanálnyi sóval megszórjuk. Így, másféllel. Egyszerű. És akkor, ha nagyon kemény lesz ez, egy kis borsot is adunk neki. Ezt is azért mérem, így én satra már lövöm, csak azért mégis, hogy mindenki. Hát ez úgy körülbelül egy fél teáskanálnyi bors elég ebből. Na most jön a durvább rész. Az a lényege, tehát ennek a húsnak, hogy ebben a sóval együtt a borssal nagyon jól el kell dolgozni, hogy ízzei, szedje magát a só. Így. Mert amúgy, mint a fasírba, ugye nem szoktunk beletenni. Ebben nem teszünk bele tojást. Ebben nem. Jó sétál. Az a lényege, hogy jól dolgozzuk össze, mert a hamburgerünk ettől lesz finom. Kíváncsi leszek, nem sokára kezdődik a sütés. A zsömlesütés, a hamburger zsömlesütés, és azután beleharapunk egyet, mint egy állat a hambiba. De azért jó annyiból, hogy tudjuk legalább, egyébként elmondom nektek azt is, hogy tehát ebből lehet csinálni csirkéből is, tehát hogyha ledaráljátok a csirkehúst, vagy a sertést, mert van olyan, hogy sertésből is lehet hamburgert. Én a marhát választottam most. Elég nagy marha vagyok meg. Én is azt szeretem amúgy. Igaz, Stefán? Látom, bowling most a fejét. Ő is csinálja dolgát. Ez már úgy játszik, gyerekek, körülbelül egy olyan 3 percig gyúrjuk minimum. Elég jó, erőses nyomással, így. Ugye?
jól összedolgozzuk a húst a sóval, a borssal, és majd aztán sült hagymát meg fogjuk karamellizálni a hagymát, és az lesz majd a hambingba benne. Tehát így mutatom is, hogy így egy ilyen keresztet vágtam bele, tehát mert ebből négy lesz, tehát hogy mégis, hogy körülbelül látni fogjátok, hogy mekkora pogácsák lesznek, ezek egy marha pogácsák, bejézen aztán. Ennyi nem ilyen nagy ördögi mesterség lesz. Tehát egyformák lesznek, mert négy fele osztottam. Tehát, hogyha több fel, akkor vágunk bele csillagot, vagy ilyen tortás jellegűt, vagy mit tudom én mi. Tehát így működik. Egy pogink megvan. Jó vastag, de majd, mikor majd sütöm, még egy kicsit lapítok rajta, csak még most nagyjából megformázzuk mégis, hogy olyan legyen, amilyen. Hát úgy néz ki, hogy én ezt a négy pogácsát már így nagyjából megnagyosszúveráltam, így. Négy gyerekkor már Stefánnak úgy látom, hogy az élesztője már futóban van. Én kimegyek addig kezet mosni, szusszanok egyet, és jövök a sütéssel nem soká. A srácok felfutott, itt látjátok, nézzétek csak az élesztő, így kell valahogy kinéznie. Most bele fogom ezt tenni, és fel fogjuk kavarni inni a tésztáját. Stabil. Látjátok, gyerekek, amúgy csak tudok én valamit, és így egy mozdulattal, így ugye, hogy a lisztet felfedjük ott az aljáról, elkezdjük ígni. Na, srácok, kidolgoztuk a tésztát, látjátok, milyen szép lett. Hogy én nézem csak. Nézem csak, hogy tésztát csináltam. Jó? Még lehet, hogy még pályát tévesztették. Hát még lehet. Egyszer mondtam, mert látom, hogy van gaudja, amúgy nagyon jó. Egyszer, így van. És most ezt elrakjuk egy 30 percre kelni, de már nem, ez nem egy hamburger, srácok, ebből még kijön négy, így van akkor? Hát jól négy. Vagy ez egy... Jó. Hát azért nagyon jó volt. De jó, na, csinálj, rakom, mert nekem meg most már nem sokára sütni kell kifelé a hamburgerhúst. Ezt most elrakom kelni, és egy 30 perc múlva én jövök vissza, addig a fatár nyomja a dolgát. Úgy, ahogy mondja. Na, már felraktam én itt a épőszalonnát, egy kicsit megsütöm, de majd ez lesz a hamburgerbe bele, és sült hagyma lesz benne. Hát ugye gyerekek, őszintén szólva már csináltunk ilyet nem egyszer, kétszer, háromszor, és úgy gondoltam, hogy megosztom veletek ezt a dolgot, hogy ti is próbáljátok ki, ha kedvetek van ilyen sütkérezés, főzésre. Ugye május 1-én, vagy bármikor, ugye nagyon jó lesz, hogy egy picit meg kell sütkérni. Szépen. Nem soká jön a hagyma. Mindjárt kisütöm a marhahúsit is. Hát volt egy komment szekcióm, aki letájparasztozott, azt mondta nekem a kakas ragumra múltkoriban, hogy ez nem minden, csak nem ragú. Hát én nagyon sajnálom, hogy ennyire nem széles körül neki a gasztronómiába a látóköre. Tehát tájékoztatásképpen mondom, hogy mindenféle ragú létezik. Van olyan őzragú, van olyan, hogy tyúkból, kakasból, marhából, sertésből, fácánból, vaddisznóból, mindenből készítenek ragút. Hát most, hogyha valaki esetleg nem szereti a ragút, akkor ne kommenteljen olyan dolgot oda, aki nem szereti, vagy illetve nem az ő szája íze szerint. Mert én, nekem ez pontosan így felelt meg. Ennyire. Aki nem ért hozzá, vagy nem tud főzni, akkor az ne kommenteljen oda. Na jó, gyerekek, ez úgy látom, hogy ez már mindjárt meg is sült. Én a nagyjából szedek is ki belőle, amelyik már egy kicsit úgy pirosra sült.
but nearly didn't they all? Yeah, that is the piece of the most favour. Oh man, that's good. Mert visszamenőleg még erre a témakörre, még csak annyit akartam volna mondani, hogy mindenki a saját szája íze szerint. Ha van, akinek sós az étel, akkor az nem kevesebb sót tesz bele. Hát én egy alapvetően annyit teszek bele, hogy általában egy átlagos embernek ez normális mennyiség. Szóval minden főzésnél szoktam egyébként tájékoztatni a nézőket róla, hogy miből mennyi sót teszek bele. Na most elfeled, hogy aki még jobban több sót tesz bele, vagy más fűszert tesz bele, valaki nem szeret, akkor azt nem kell beletenni. Attól még az ragú a ragú, ha én most, mit tudom én, másfél kanál sót igényel, és én egy kanállal teszek bele. Ha valaki egy citromot tesz bele, vagy valaki nem tesz bele citromot, hanem azt mondja, hogy ő citromlével szereti. Attól még ragú a ragú, gyerekek, ezért nem kell leminősíteni az embert ezért. Tehát a kedves úriembernek azt üzenem, hogy ő neki a szegénységi bizonyítvány ez, hogy ilyen kommentet adott nekem. Na hát, ennyit akartam mondani röviden erről. És már is úgy látom, hogy nekünk is megsült a szalonnánk, ugye? Na gyerekek, akkor eljöttem a hagymasütéssel. Egy picit megkaramellizáljuk a hagymát. Egyébként, na most megint beszélhetünk erről, hogy ezt nem mindenki szokta megsütni a hagymát, hanem eleve nem beleteszik a hambibe a hagymát, van, aki savanyú káposztát tesz bele, tehát akkor már az nem hamburger, gyerekek, az nem. Hát az is az, csak mondom, ez is megint ígé szerint, hogy kinek hogy van, ugye, megsütve, vagy pedig elkészítve. Nos, hát ebbe már is jövök egy kis sóval. Retrósótartó, hát körülbelül így látszódik, egy jó belecsíptem egy picit, egyszer, meg egy félszer, így, ennyi. És most teszek bele egy kis kristálycukrot is, csak egy picit várom, hogy süljön meg egy picit jól fel, csak ide készítem. Na itt vagyok, hát most ebbe egy kicsit belecsípünk a cukorkába. Körülbelül így látszódik, egy jó csipegyű. Ennyi az egész, nem kell ebből olyan sok. Hát gyerekek, ez nagyon kipecül. Tehát ilyen rongy jellegűen meg kell, jó, hogy ilyen legyen. És akkor már most ki is szedem ezt a hagymát. Hát elfelejtettem mondani, hogy töltöttem le egy kis olajat, de vissza fogom tölteni rá. Ide kiszedem a békön, már én már a tojást, ebbe fogom a tükör tojást megsütni. Ez jó szalonna ízű lesz, úgyhogy azt mondom, hogy ez nagyon. Egy kicsit igaz, hogy a világi vihar egyébként tárcsán akartam elkészíteni ma ezt a hamburgert odakint, de mivel az idő viszontagsága nem alkalmas erre a célra, úgyhogy ezt most itt fogjuk elkészíteni, de ettől még ugyanolyan finom lesz. Nos, kiszedtem az utolsó hagymát, hogy ne. Akkor már is a következő lépés, hogy visszatöltöm bele, amit kivettem, olajat belőle. Így. És beleütök 4 darab tojást. Megsüssük azt is. Ezt ennek annyi a lényeg, hogy így óvatosan kell bele. Egy széjjel ment az egyik, tehát Istenem, járunk így, így, jó. Na, megvárjuk, hogy megsüljön. Nos, úgy váltam, hogy megsült a tojásunk is. Már is kiszedem. Ide oldalra. Annyira szárazra nem szeretem sütni, mert ott ilyen, ó. Csapódik.
Ó, de jó. Kiszedem belőle ezt is. Majd lesz vele valami. Nos, akkor jöjjünk a húsot. Süssük ki a marhánkat. Nem kell félni, gyerekek. Ennyi az egész így. Nem is eszik tojás, pedig tojás nincs benne. Ebben nem tettünk bele tojás, mint a papírba. A gyerekek itt már más, nagyon nagy dolog nincsen. Ezen úgy látom, hogy jól messzi. És így csinálom, hogy teszek rá egy-egy ilyen... Nem, a nálunk ezt nem. Egy ilyen rapszajtot. Mert ezeket jó rásütöttem a sajtot is. Akkor csinálok ide nektek kis fészket, majd itt összecsapolítunk, hogy mondom, hogy valami van. Így látom, hogy nagyon srácok, én már visszatértem, már a fater megsütötte a pogácsákat, az húspogácsákat. Na, mint ahogy azt látjátok, srácok, a tészta megkelt a kétszeresére, szó szerint a kétszeresére. Én már itt előkészítettem egy ilyen kis lisztes ágyat neki. Szóval most ezt itt szépen kifogom így belőle venni. Így. Látjátok, milyen szép. És akkor ezt itt el kell, srácok, osszuk. Így szépen mindjárt négy egyenlő részre. Mert ugye négy pogácsa kell, akkor négy rész rosszul. Nekem itt van ez a kis cuccos, én nem tudom, hogy mi az, de ez biztos, hogy praktikus lesz. Szóval, srácok, hogy négy egyenlő rész rosszul, azt így... Így, né? Így. Szépen, tökéletesen. Egyet megvan, így is. És akkor ezt is azt mondja, hogy úgy félbe legyen, így mi. Nem sok álmodban, srácok, kész lesz a kaja, szóval majd már úgy nagyon várom, hogy ehessük belőle. Ezek itt, hoppá, ez itt így van most. Ezek itt már így megvannak, meg úgy ezt is félbe vágjuk. Így. Most látszok, négy fele vágtuk. Most el kell úgy kicsit formáljuk ezt a négy kis háromszöget, mert még most úgy háromszög, hogy ilyen kis hamburger alakúak legyenek, srácok. Srácok, ezzel megint várni kell egy 10 percet, még itt egy kicsit, és utána pedig éljenek vissza. Na, szóval srácok, addig kapcsoljuk be a sütőnket. Ezt ugye addig bekapcsoljuk, itt melegedjen. Fel kell, hát srácok, olyan 180 foknál stabil lesz a kaja, stabilban meg fog főni minden, hát nem főni fog, hanem sűrni fog, és jövök vissza. Hú, gyerekek, ezt nézzétek, milyen nagy tészták kerültek hirtelen, de akkor lehet, mint a fejem, szó szerint. Eltelt, srácok, hát nem 10 perc, eltelt egy jó 20 perc is amúgy. Kicsit vártunk még, hogy kicsit nagyobb legyen. Szóval most ezt, ennek srácok a tetejét le fogom kenni tojással. Ilyen tojásos lével, tojással, na. És mint hogy halljátok, már az előbb én beindítottam magamnak a sütőt, 180 fokon.
És sülni fognak a pogácsák. Srácok, megkedtük tojással, most pedig berakjuk a sütőbe, mert már 120 fokon az a beízott. Berakjuk. És ugye 20-25 percig, hadd süljön, utána jövünk vissza. Na gyerekeim, én már ide, most kicsit már úgy elfáradt a lábam, hogy borzasztó. És megmondom őszintén, most itten én úgy csinálom, hogy lássátok, itt van a dolgok. Én most keverek itt egy cilomádét, ezt a, ami bele fog majd a dologba tenni. Úgy látom, ez már fel van bontva. Egy kis kecsi. Mindjárt teszünk bele kis mait. Egy kis mustár bele. Majonéz is bele. Így. Na most van egy olyan dolog ez, hogy marha, ugye, hogy marha, de hát marha. Na ne, ezt nem teszünk bele. Gyerekek, ezt nem teszünk bele, mert nem sokan szeretik az erőset a családomba. Úgyhogy én majd magamnak külön speciálba névre szólóan teszek bele magamnak. Ezt összejátszuk egy kicsit, ezt a kis anyagot, mert lényegében ugyanaz lesz, hogyha most úgy töltenénk bele, vagy így, ezt egy kicsit összejátszok, és már mindjárt kész van. Stefi úgy látom megcsinálta, lassan sűl a bucia, úgyhogy ezt már én így kikavarom így egybe, és akkor ezt fogunk bele tenni majd a hamburgerünkbe. Nos, na gyerekeim, ez gyönyörűen úgy látom, hogy ki is van kavarva, nem sokára jövünk a tálalással, ha elkészült a zsömlénk, a hamburger zsömlénk. Jövünk nem sokára vissza, gyerekek. Na, Istenem! Na ez kész van, apu, vedd már ki, hát leégetem magam, nem értek az élethez. Ha, gyönyörű lett, azt nézem. Hát csak tudsz valamit, nem csak zenélni. Nem adom a izét, neked még a másikat, itt is van, nézd csak. Zárjuk hát levelet, de miért nem csavarod le ezt a gyönyörűt? Ja, szép, lehet most tolok nulla. Ketten nyúlunk egy kapcsolatban. Persze, nézd csak. Ez tényleg olyan, mint egy hogy hívják? Ez tényleg olyan. Tanultad ezt meg, de most őszintén, ne? Ezt én csináltam, nem te csináltad. Hát jó van. De jó, kinek a... Kitől tanultad meg ezt? Hát anyutól, hát most alapdolog, nem? Na hát, hogy fiam, megtanítod. De ne azt mondjál már, itt te mit csinálnék ezzel? Elvágjuk, mi? Ó, hát Istenem, hát ez szép, szépen megnéztek. Istenem, nézzétek milyen szépnek. Gyönyörű lettem úgy egyébként tőle. Hát kíváncsi leszek, figyelj, cilomádi össze van állítva, figyelj, én a marhahúst összeállítottam. Nem sokára jön a kosti próba. Jövünk a tálalással. Úgy, ahogy mondja! Na. Úgy látszik, hogy jól csináltuk, amit csináltuk. Kezdjük hozzá! Úgy csináljuk. Leízzük akkor, amit csináltuk. Na.
csináljunk egy próbát. Jó. Csináljuk. Na? Hát akkor jó étvágyat kívánok! Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Mindenkinek, aki elkészíti. És biztos hát finom lesz, nem tudom milyen. Nézzük meg! Nézzük meg! Bocsánat, még az orrom is olyan lett. Egy számített légy. Megkorgottak, aztán még éhesebb lettem. Bocsánat! Na, srácok, ezt aki elkészíti otthon... Baromira nem jön össze! Ne égessé már! Aki ezt elkészíti otthon, az biztos, hogy jól fog lakni. Jó. Na, hát... köszönjük, hogy itt voltatok! Ma még fogunk jönni! Biztos! Sziasztok! Sziasztok!